hajszárítás nagyon fontos lépése a hajápolásnak. Nem mindegy, hogy mivel, hogyan, milyen hőfokon szárítunk, és az sem, hogy milyen termékeket használunk hozzá. A Szépségnapló mai részében Barsi Balázs fodrásszal alaposan körbejárjuk a témát, elméletben és gyakorlatban is. Szuper hasznos hajszárítási tippek és trükkök következnek, amikkel bárki új szintre emelheti az otthoni hajrutinját. Barsi Balázs csak nem 20 éve fodrász. Modellkedik is, így a divatszakmát minden oldaláról jól ismeri. A nevéhez fűződik számos hazai címlap és kampány, dolgozott a londoni Fashion Weeken, csinált már hajat Palvin Barbarának és Mihaly Kenikőnek, de rajtuk kívül is alig akad olyan hazai híresség vagy színésznő, aki nem fordult meg a keze alatt. 10 éven át oktatóként is dolgozott, több hajas világmárka hazai nagykövete volt. Szabad idejében tudományos cikkeket olvas, és hatalmas szobanövénygyűjteményét gondozza. Róza haja tiszta, már kondizott, maszkozott, de vizes. Hát általában ez a vége, ha elkezdem okay. meg most. Igen. De, ahogy én szárítanám, előre hajolok, megfogom a hajszárítót. Nem, előtte jól megdörzsöled, közben, ezt láttam már. Igen, meg szoktam dörzsölni, igen, utána előre hajolok, és elkezdem így visszafele szárítani a forró levegővel. Ehelyett mostantól mit csinálunk? Mi tudatos hajápolók? Kezdésnek soha nem dörzsöld meg a hajad a törölközővel. De akkor mitől lesz törölköző száraz? Attól, hogy megnyomkodod, és ugyanaz a vége, csak nem töröl rommá az egészet vele. Ez nem annyira egyszerű ám. Mert hogy akkor így nyomkodom, mert róza haját tök jól lehet így nyomkodni, mert ennyire hosszú és van mit nyomkodni. Jó, akkor megmutatom de mindjárt, én, hogy hogy csak így át, így csinálok egy puha törölközővel. Nem csinálsz úgy, mint kézzel se, nem úgy puha törölközővel. Jó. Szóval miután megmostad a hajadat, igen. Lehúzod, mintha coffot csinálnál, teljesen mindegy, hogy mekkora hajad lesz. Lehúzod, igen. Összefogod, mintha coffot csinálnál, kinyomod a maradékot, még ha igen. szomorú is a coffod. Igen. Azután nem dörzsöd meg, hanem ezt még megcsinálod mondjuk négyszer. És az a legjobb, hogy most Rózának is fönt volt a törölköző, nem tudom, azt láttátok-e, vagy mennyire követtétek le. Tehát, hogy előre dőlsz mondjuk, összefogod, ha picivel hosszabb hajad, és akkor egy kisebb, vagy rövidebb hajad, akkor egy kisebb törölközővel, hosszabb nyilván egy nagyobbal. Erre jobbak egy vékony törcsi, vagy még egy vékony régi póló is sokkal jobb, mint egy, amivel amúgy törölköznél. Rárakod, mintha a coffodra raknád, rátekered egy kicsit, azt az egészet feltekered, és felrakod gyönyörűen egy konyba. És tudsz jönni, menni 5 percig, vagy 10, vagy akármit csinálni addig. A hajvégedből felszívja, a tövedről igazából lehúztad már kézzel a legelején. És akkor így nem is pálik be, nem is dörzsölöd fölöslegesen, főleg azokat a részeket, amik sokkal vékonyabbak, mint mondjuk a kontúrod, amit egy pillanat alatt tudsz széttörni. És 3 perc alatt felszívja az összes nedvességet a hajadból. Az 1-től 10-ig mennyire rossz ötlet, hogy például ilyenkor nyáron, amikor már nagyon jó idő van, hagyom egyszerűen szobban megszáradni? Szobban? Aha. Hát így összefogom valamennyire, vagy nem tudom, csinálok egy fonást, és akkor hagyom, hogy megszáradjon. Fontos, hogy nagyon meleg van, és nagyon éred ezt, akkor csináld egyébként, de... De ezzel nem csinálok semmi rosszat akkor. Nem, én azt mondom, hogy a tövére nem baj, hogy egy picit ráfújsz, akár csak langyos levegővel, vagy bármivel, hogy ott jobban meg tud állni a nedvesség, ami meg extrém esetekben gombásodás, az bármihez vezethet, meg amúgy csak köszült, mert elkezdesz korpásodni, mert attól meg tud fázni. Viszont már mondjuk tök jó idő van kint, és akkor hagyott-e megszedni magadtól, csak 13 fokon megy otthon a légkondi. Aha, jó. De múltkor azt mondtad, hogy például nedves hajjal aludni rossz ötlet. Igen. Ugyanazért, amiért megtörölni dörzsölve rossz ötlet. Mert hogy ahogy alszom, hozzádörzsölöm a párnához, és összetörik? Persze. Jó, de hát... Igen, mivel... Úgy alszanak az emberek, nagyon kevés, aki tutánálmomba lefekszik a hátán és mozdulatlanul el van 10 órát. Általában halottnak kell lenni. Szóval, igen. Ilyenkor, amikor törölköző száraz már a haj, igen. ami azt jelenti, hogy még nedves, nyilván csak igen. nem folyik belőle a víz. Látod, mert igazából a pólóját sem vizezi össze igazán. Ilyenkor jön, amiről már beszéltünk, a living kondi. Még azt mondtam, hogy így dobálom, tudod, ilyen addig dobálom, amíg szárad, és még el nem szédülök. Azt is nagyon sokáig csináltam, amikor igen, ez is tök jó tesz a textúrájának általában, csodálatos lesz. Abból jön a szoros coff, meg amikor rommá van lakkozva a kontúr, jó. és le tud törni. Úgyhogy jó. Gyakorlatilag az összes szépen szokásra. Lassan megértek igen. mindent. Most már érted, hogy miért ilyen a hajam? Oké. Okay. Szóval. Jó, akkor ez most megérinthetem a szuper extra meg a tiszta hajadat? Jó. Oké, ez így tényleg jó. Ez igen, vizes haj.
Ezután jön ugye a Living Condi, amiről már beszéltünk, hogy a Condi a legjobb. Ez igazából tök mindegy, hogy kenősállagú vagy sprésállagú. Na és ebből mennyit? Mert én ebben is mindig el szoktam veszni, pont egyébként tegnap mostam hajat, és nekem is van ilyen, és úgy szeretem azért, szóval hogy fújkálom. Igazából... Hát nem ennyit. Amit már... Nem ilyen spórolós vagyok. Az előző videóban is mondtam, hogy igazából a Living kondicionálból nem nagyon tudsz sokat rakni. Persze, hogyha rárakod a fél tubust, akkor sok tud lenni, de nem tud túl sok lenni. Tehát, hogy... És ez például nem nehezíti el, nem zsírosítja? Tehát ez biztos, hogy ebből akárhogy is sapom. Igen, amit mondtam, hogy a Living Condi, az hivatalosan, hogyha normális... Ha fejbőlre megy, akkor minőséget sem. Veszel, akkor az kondicionál, az be kéne, hogy tudja szívni a hajad. És a fejbőröd is. Akkor is, hogyha mondjuk ilyen kiüresedett, fehérre szőkített hajszálaim vannak? Akkor meg végképp. Ennek nincs jelentősége egyébként, hogy mennyire színes, mennyire telített, vagy nem tudom mennyire... De, nem, nyilván a szétszőkített haj az már nem tud úgy visszazárni, sokkal porózusabb, sokkal jobban mindent be tud kapni, viszont sokkal gyorsabban ki is jön belőle. Tehát, ami egyszerre le tud áldásos is lenni, meg rossz is. Jó, hát mert azért nem feltétlenül kell tényleg Rózának a makegészséges hajába kiindulni, ezért a nők nagy része vagy festi a haját, vagy rosszul szárította, vagy mondjuk hővédő nélkül vasalta, és azért szerintem ennyire egészséges haja tényleg nagyon ritkán van egy csajnak, de hát ezzel azért te találkozol sűrűbben. Persze. Tehát nem ez az átlag, nem Róza haja az átlag. Sőt, az átlag az nyilván az igénybe vett haj. Akkor sem kell, persze, törvényszerűen, hogy rossz minőség legyen, még ha valaki platina szőkére is van szőkítve, de nyilván sokkal jobban igénybe veszi, meg sokkal jobban nyitva van a kutikula, sokkal sérülékenyebb. Viszont már a Living kondicionálokkal tudsz értük tenni. Mi a helyzet azokkal, akik otthon festik a hajukat? Hogyha mondjuk otthon szőkítem a hajamat, hát egy csomóan szőkítik otthon, meg egy csomóan festik. Igen. Akkor ugyanez a rendszer, tehát ugyanígy csinálom, szépen rárakom a festéket, utána ugyanígy mosom le, és ugyanezen megyek végig, vagy ott még kell valami extra törődés attól, hogy mondjuk szőkítettem, és rajta volt akár 20-30 percig a... Nyilván, ha otthon szőkítem olyan, akkor mindenképpen mondjuk maszkozzál minden alkalommal. Akkor és minden alkalommal? Olajozzál minden nap. Minden nap? Igen. Az olajat akkor a végére, meg attól függően, hogy milyen állapotban van. Viszont most... olajból sokat raktál rá. Én ennyi olajat soha nem. Három csepp olaj. Nem tudom, nekem így többnek, mert én az olajjal annyira óvatos vagyok, én annyira félek az olajtól, hogy tuti, akkor zsíros lesz a hajam. Nem kell félni, mint amit mondtam, hogy ha jó olajat használsz, és ha jó olajat értsd, annak az a lényege, hogy ne legyen tele szilikonnal, semmiképpen, hanem olaj legyen, és abból is kisebb molekulák, ugye? Mert főleg itt a mi kis országunkban azért kevés a vastag szálúsok. Tehát nagyon jó, amikor megnézik az emberek a gyönyörű arab lányokról a videókat a féltubus olajjal a hajukon, az soha nem fog így kinézni ott a kaukázusi ember hajából. De az olaj azért fontos, amit már elmondtam előbb is minden nap, mert azon kívül, hogy teljesen le tudja zárni, ugye? Tehát azzal már, hogy elzárja a lukakat, a réseket a hajban, ahol nyitva van. De a teljesen száraz hajamra is? Tehát, hogyha mondjuk tegnap megmostam a hajamat, de mondjuk hazamegyek ma, és lefekvés előtt ugyanúgy beolajozom a hajam végét teljesen szárazon? Tehát ugyanúgy rakjam rá száraz hajra minden nap az olajat? Igen. A végére minden nap. Simán. De megígéred, hogy nem lesz tőle zsíros? Megígérem. De mitől lenne? Tehát most a végére rakod? Hát nem tudom, az egész tudod, hogy olyan érhet az olaj. Hogyha, de a végére rakod, és nem kell, hogy csúcsogjon, ezt mondom, 2-3 csepp elég kell, hogy legyen. Jó, elhiszem neked. Csak rácsodálkozom. Minden vendégemnek ezzel szoktam kezdeni, és még soha senki nem volt, akinek adta le zsíros olaj, mert a végét beolajozza mindenre. Oké. Okay. Jó, és nem kell éjszaka, meg majd beszélhetünk arról is, hogy éjszaka, hogy legyen az emberlányának haja, de az is jobb inkább, hogyha reggel. Vagy legyen a táskádban is, amikor eszedbe jut, hármat csippentesz. Onnan tudod, hogy melyik a jó olaj, hogyha a kezed is felszívta. Aha. Hát ha nem kell utána kezed most. Hát, ha olajos marad a kezed, miután a hajad raktad, akkor azt engedd el, mert az utána is olajos lesz a hajad is tőle. Oké. Okay. Tehát fontos a megfelelő olajnak a kiválasztása. Oké, okay, jó, akkor ugye eddig volt, csak hogy egyáltalán hány termékben gondolkodjak. Ugye volt egy sampon, azt kétszer használtuk. Utána használtunk kondit a haj végre. Mondjuk havi egyszer maszk, illetve akkor többször, hogyha mondjuk otthon festem magamnak, és szőkítem, és tényleg... Vagy igénybe vettem úgyis, igen. Igen, vagy mondjuk nagyon kitett.
Volt a leave-in kondi, amit nem kell, de mondjuk, ha feltesszük, az tök jó. Például az én nagyon vékony hajamra. És ugye az olaj, ez az ötödik. Így van. Amiről eddig beszélünk. Ez az, amit szerintem mindenkinek kéne használni, akinek hosszabb haja van. Vagy az egészen rövid hajú férfiak is rakjanak olajat a végére? Nyilván nem kell. Azért mondom, hogy akinek nyilván hosszabb haja van, meg igénybe van véve. A leave-in kondi is tök fölösleges, nyilván egy baszkát vagy egy rövid hajú férfinak. Jó, de mitől lesz egy rövid hajú férfinak szebb a haja? Puhább, olyan tömörebb, ilyen, olyan... Nekem sincs hosszú, sőt ennyire hosszú se szokott lenni, de én is azért használok leave-in kondit, én is felrakom a 4 centis hajamra is, mert vékony szálló hajam, és egyébként püffelés úgy nézek ki, mint egy kis csirke, ami két napja kelt ki, száll az egész, attól meg antisztatikus lesz, jobban egyben lesz, tök más a textúrája, 10-szer annyinak néz ki, mintha áll mindenki a szélrózsa minden irányába. Oké, tehát akkor ez megint csak nem azon múlik, hogy mekkora és hogy férfiről vagy nőről van szó. Oké, jó, megvolt az olaj. És nem a szerencsésekről, hanem az átlagról. Igen, tehát nem rózáról, hanem rólunk. Igen. Igen. Utána jön a fésülés kefével, ugye, amiről igen, már beszéltünk. Tehát ez, hogy már mondtam, vagy elasztikussal, de ami, ha még jobb, szerintem, hogyha tudsz olyan kefét találni, amiben van elasztikus is, műanyag szálak hosszabbak. Én csak ezzel tudom, tehát én sem mással nem tudom kifésülni a hajat. Én csak mondom, hogy hosszú hajad van, vagy szeszes, akkor még ez jól tud neki tenni, hogyha van olyan, amiben mondjuk van vaddisznos örte, vagy ilyenek. Nem kell megijedni, mert nem ölik meg. Jó. Csak mondom mielőtt. Jó. Hogy azért nem halnak meg szegény vaddisznók, de az is tök jó tud lenni, mert mondjuk egy vékony szálú hajra kevésbé száll tőle, antisztatikus lesz. Mert egy műanyag kefével sokszor van az, hogy egy vékony szálat meghúzol, akkor az egész szál feltöltődik, és utána meg... Oké, kifésülöm. Kifésülöm, ahogy már mondtam, szintén a végétől. Ja, ilyenkor már nem nehéz, hát annyi minden van rajta, hogy magától kb. Sejmes lesz. De nincs rajta egyébként sok minden, ugye még mindig, mert mindenből keveset raktunk. Egy 5 lépéses hajápolási rutin, az szerintem egy átlagos felhasználónak, fogyasztónak azért az sok lépés. Tehát az még arcápolási rutinban is azt mondom, hogy wow. De ha azt mondod, hogy ettől jó, és hogyha azt mondod, hogy egyébként ezek a termékek, nem tudom, 3-4 hónapig, vagy akár fél évig elegek, már pedig ezzel a felhasználás mennyiséggel, ahogy láttam tőled, tényleg sokkal sokkal. Én azt mondom mindig, tovább, hogy a legkisebb kiszerelési dolognak legalább 3 hónapra elég kell legyen, de ez inkább 5-6. Azért mondom, hogy ha fél évre elég, és ez mondjuk ezt az 5 lépést egy évben kétszer kell megvenni, akkor az viszont szép lesz a hajam, és tényleg látványosan változik, és jobb minőségű lesz, akkor az úgy már egy értelmezhető dolog. Igen, plusz én úgy gondolom, hogy ha már valakinek mondjuk hosszú haja, meg szép haja, meg fontos a haja, meg festi a haját, akkor már... Akkor lenne értem, hogy azt meg is tartsd. Tehát mert a nap végén akkor melyik a drágább? Ja, Bekedóri mondta azt, hogy lehet menni hozzá ilyen-olyan-amolyan kezeléssel, hogyha egyébként a mindennapos otthoni rutin az nem jó, és nem tartja az ember tényleg legalább a minimális dolgokat. Gondolom, hogy akkor ugyanez van nálad is, tehát hogy lehet ide jönni, hogy megcsináld 2 havonta, 3 havonta, befejezd, levágd a végét, meg szépen beszár is, hogyha én otthon nem csinálok semmit vele, csak kizárólag a dörzsölést, meg a rángatást, meg a rosszul mosást, és a különböző termékek nem használatát, akkor gyakorlatilag tök mindegy. Így van. És igen, és akkor mi a drága alapon, hogyha mondjuk ott hagysz több 10 000 forintot a fodrászodnál x havonta, vagy tök mindegy, akkor csináld meg otthon, hát akkor is belekerül néhány ezer forintba. De melyik a jobb? Tehát, hogyha néhány hónap múlva nincsen értelme az egésznek, amit csinálsz, mert úgyse néz ki jól. Mert tök jó, hogyha szőkére vagy festve, mert azt szereted, de közben olyan, mintha megbolondultál volna Albert Einsteinnek. Hát igen, ilyen, igen. Igen, tehát hogy... Akkor szárítsd meg a haját. Jó. Ha ezek után mondjuk valaki süti a haját, vannak olyanok, akik hetente egyszer, vagy kétszer, vagy 12-szer besütik a hajukat, akkor meg bejön a következő termék, a hővédő, ami az utolsó a nagyon fontosak közül, mert nagyon fontos. Hővédő csak annak kell, aki süti, vasalja, vagy annak is, aki szárítja? Nem, ezt arra mondom, amit előbb kérdezte, hogy már ne legyen meg a 7. termék. Ja, hogy meglegyen, hogy a 7. termék, oké, jó. De igen. És akkor ezek után jöhet még a styling termék, nyilván, hogyha szeretnél azzal is foglalkozni. De az majd jó, Balázs, a végén fogok tőled kérni egy 3 lépéses minimál rutint, egy 5 lépéses középhaladót, és akkor oké, van a 7 lépéses a fekete öveseknek. Fekete öveseknek, igen. De egyébként azért érjünk a 7 lépéses fekete öves mindenkinek is kipróbálni, mert egy héten mondjuk egyszer vagy kétszer kell megcsináljad, még ha vékony szálú is, gyönyörűen fel lehet az egészet építeni, és... Okay. Lehet, hogy többet szánsz rá időben
egy alkalommal, viszont kevesebbet, ha lebontod egy hétre. Nagyjából egy hónap múlva jövök hozzád. Most minden héten így fogom megcsinálni ezzel a hét lépéssel a hajamat. Megnézzük, hogy mi történik. Kíváncsi egy hónap múlva, de nem, most esküszöm, hogy meg fogom csinálni. Jó. Most ki kell néznem, melyik nap érek rá ennyire, de... Ez tényleg nem, most ha ezt csinálod, és nem vagyok ott, és beszélek közben, amivel már minden jobb, akkor igazán, mert sokkal gyorsabb, mert fufuka, felkened, megfésüled normálisan, és ha nem innen kezd el fésülni, innen kezd el fésülni. Értem, hogyha ezt elmondom 10 perc, de hogyha ezt megcsinálod otthon minden nap, 3 másodperc alatt fogod kifésülni, de nem 40 perc alatt. Ha nem így mosod, nem dörzsölöd a végét, nem így törlöd. Tehát ami most időben sok, amit én elmondok ez neked otthon, igazából ez az egy spórolsz időt. Okay. És egy rutinban meg nagyon spórolsz időt, főleg miután félállomban is, ha ez egy rutin, akkor még magadhoz térsz, még lefő a kávéd, megcsinálod. Jó. Okay. Így lesz. Elkezdjük szárítani. Jó. Én bármilyen hajtípusra van szó, szóval azt mondom, hogy először szedd le a szűkítőt. Edet, hogy csak szétfulod. Ja, már régen elhagytam. Jó. A gyerek leszette és akkor elvitte játszani, tehát hogy valahol ott van a legóval, tehát az ez nem merült. Azzal nyilván túl stresszel, te túlhúzod a hajadat, hogyha akarsz valamit stylingolni vele később, ha vékony szálú még jobban, csak megfújod erősen, azzal megfújod a fejbőröd, gyorsabban zsírosodik minden. Az a formázáshoz van. Jó, csak nagyon sokan így szokták, azért mondom. Jó. Egy olyan hosszú hajnál, mint mondjuk Rózai, vagy nem is kell annyira hosszú, csak egy hosszabb hajnál, az tényleg sokkal jobb, hogyha mondjuk alvás előtt befonom, vagy alvás előtt becsurizom, vagy csinálok vele valamit, tehát nem kibontva alszom. Persze. Az nagyon sokat számít. Nyilván a tested az már olyan érted, mintha egy hajvasalóval aludnál. Meleg a saját testhőmérsékleted, de már egyébként, hogyha mondjuk sütöttél órákig egy hajat, vagy szárítottál, akár otthon magadnak, vagy szeretnéd, hogy másnap is valahogy kinézzen, nagyon sokat tud ezt számítani, hogy úgy alszol, hogy betakarózol, beizzad a tarkód, a felső tested, az akármi, amit nyilván miután a hővel játszunk, főleg a formázásban, ezáltal nagyon sokat számít, hogy teljesen szét tudod vele roncsolni az egészet, vagy rendbe tartani. Ugyanez, mint a... Ha mondjuk azt szeretnéd, hogy ha már besütöd a derékigérő hajadat, és hogy tartson 4 napig, 100-szor jobban fog tartani, ha ugyanez a gyönyörű fogamzásgátlónak se rossz, de ha veszel egy nagyon jó zuhanysapkát és abba fürdesz, mert nyilván a pára, hogy kint, amikor az eső esik, tönkreteszi a frizurádat, ugyanez van a fürdésnél is. És vannak ezek az ilyen sejem turbánok, meg ilyen sejem kis törölközők, annak például van valami értelme, hogy abba betekerem a hajamat és úgy alszom? Persze, nyilván tökre megvédi a hajadat, de ha nem akarsz sejem törölközőt venni, vagy nem akarsz ilyeneket szórakozni. Azt szokták mondani, hogy ezek a sejem, szatén, tehát minél inkább ilyen nagyon puha, vagy nagyon csúszós anyag, annál jobbat tesz a hajnak. Tök más a felszíne az egésznek. És mivel a hajadnak is van egy textúrája, annak is a felszínének van egy textúrája. Még azt az egyet légy, mondd meg nekem, hogy ugye a hajszárítókon általában 3 állás van. Van egy kék, van egy piros, 2 piros csík, és az a forró levegő. Uh-huh. Hogyha én a 2 piroson szoktam szárítani. Szerintem mindenki a 2 piroson szokott szárítani. Hogy azzal például rosszat csinálok? Tehát érdemes mondjuk középre állítani, nem a legforróbbra? Mert ugye azt mondtad még a hajmosásnál, hogy a forróság, a meleg, a hő, az ugye kinyitja a kutikulát. Most szépen becsuktuk azzal, hogy hideggel megmostuk a hajunkat, vagy hideg víz érte utoljára, aztán átjöttünk ide, még ápoltuk, kondíztuk, olajoztuk, nem tudom, és hogyha mondjuk ezt forró levegővel kezdem el szállítani, akkor nem az van, hogy gyakorlatilag tök fölöslegesen csináltam mindent, és érdemes inkább langyos levegővel? Nem, mert igazából ha szárítod, csak arra jó a kevésbé meleg. De tehát ha így megszállítod, hogy legyen száraz. De hát nyilv, csak erre, ha formázni akarod, ahhoz viszont kell a nagyobb hő. És ha már formázni akarom, akkor viszont kell már a hővédő is. Igen, mondjuk az már így is kell egyébként, de igen. Oké, jó. Akkor mindenképpen. Akkor mindenképpen. Most van egy szép, megtisztított, jól megszárított, ápolt hajunk, és akkor most jön majd, gondolom, az igazi harc a hajnak. Elkezdjük formázni, ami nagyon-nagyon ápoló már nem tud lenni, mert ugye forró levegővel szárítunk. Nem, viszont már leápoltuk, a nedvességet bezártuk, amennyire tudtuk. A leave-in kondival és az olajjal, ami a kondiból és a maszkból jött, ugye? Visszahidratálás, nedvesítés, az, hogy ne legyen száraz a haj. Ezek után még, hogyha ráraktuk a hővédőt, az már nyilván nagyon sokat számít. Tehát, hogy
Tehát aki nem hiszi el, vannak a fönt az interneten is videók, beslinkelhetjük akár, ahol csak egy pirítósnak a felére raknak a hővédőkrémből, és nem pirul meg a pirítóban. Tehát ez tényleg működik. Tehát ki lehet próbálni otthon, tényleg működik, nagyon sokat számít. És a hő pedig azért kell, mert az viszont kell a formázáshoz. Mert a másik, amit nagyon sokan el szoktak rontani, hogy vizesen kezdik el tekerni mindenre a hajukat. Igen. És úgy szárítani, amivel csak azt írod el, hogy akkor kiszárítod, felforralod a vizet, nyilván az jobban kinyitja a hajadat újra, és kiszárad a hajad, és közben nem is formáztad a hajadat. Tehát akkor a formázásnak mindig a száraz hajjal. Igen, az már a 90% száraznak kell lenni a formázáshoz a hajad. Oké. Akkor meg volt az első két rész, és akkor nem sokára visszajövünk, illetve a következő epizódban azt fogjuk nektek megmutatni, hogy hogyan kell formázni a már száraz hajat. A formázásra jövünk vissza a következő epizódban. We'll be right back.